Május 29-én a Veszprém megyei büntetés végrehajtási intézet szervezésében rendőrkutyákkal fegyelmező, nyomkövetési, kosaras és őrző-védő gyakorlatokat hajtottak végre a Pétfürdői ligetben és a sportpálya környékén. A Veszprém megyei büntetésvégrehajtási intézettel beszéltük meg ezt a programot, mivel ugye volt ez a koronavírus helyzet, ezért a kutyákat nem tudtuk ilyen csoportos létszámban képezni, ezért a mai napra megbeszéltük velük, és az ő közreműködésükkel egy csoportos foglalkozást hajtunk végre, mert köztük is vannak tapasztalt kutyavezetők, illetve köztünk is. A nap első felében a Pejtú mezőn hajtottunk végre fegyelmező gyakorlatokat, illetve a balatonkenesei őrsül, illetve az én kutyám is nyomkövetési feladatokat is végre tud hajtani, ezért nyomkövetést hajtottunk végre, illetve most itt a Péti Sport Egyesület támogatásával megkaptuk, illetve az önkormányzat támogatásával megkaptuk az úgynevezett klubházat, és ott fogunk kosaras, illetve őrzőmédő munkákat végrehajtani. A gyakorlaton a tapasztalt rendőrkutyák mellett a legkisebb kutyusok is részt vettek, egyelőre csak megfigyelőként. Nekem is, illetve a kollégámnak is van egy utánpótlás kutyánk, mert a szolgálatban lévő kutyánk elérte azt a kort, amikor meggondoskodni kell róla, hogy kis kutya legyen, illetve igen, őket, az ő képzésük is elindult. Ez egy 2 éves folyamat, hosszú-hosszú folyamat. 8 hetes kortól már elkezdjük az úgynevezett szocializációt, hogy szokja a különböző helyeket, embereket és szituációkat, illetve lássa, hogy mit kell neki majd nagykorába tenni. Rendőrkutyák képzése hosszú folyamat, de a tanulása a kiképzéssel nem ér véget, mivel folyamatosan újabb és újabb szituációban kell helytállniuk az ebeknek. Hogyha nagyon szakszerű akarok lenni, és elkezdjük, körülbelül 1,5 éves korába kerülnek be a rendőrség rendszerébe, és onnantól számított 6 hónap, amikor mindent megtanulnak. De hát az életben újabb és újabb szituációk vannak, szokták mondani, hogy jó pap holtig tanul.